Több ezer új munkahely jön létre idén Nyírbátorban, ez a 2016-ban elért 20% fölötti gazdasági növekedésnek köszönhető. Ez az eredmény nem csak magyarországi, hanem európai szinten is kimagasló, közölte nemrég a település polgármestere. Az ipari parkban működő 7 multinacionális vállalat az elmúlt években folyamatosan termelési, technológiai fejlesztéseket valósított meg, és egy részük idén is tovább bővít. Szinte már betelt a Nyírbátori Ipari Park, jelenleg több mint 20 cég működik itt, közülük 7 multinacionális vállalat. A gyárak 2014-2015-ös évben is folyamatosan bővültek, ennek eredménye kimagaslóan 2016-ban mutatkozott meg, amikor a település iparűzési adóbevétele csak nem elérte az 1,2 milliárd forintot, mondta el sajtótájékoztatón a város polgármestere. A külföldi vállalatok tervei közt idén is több beruházás szerepel, ami már biztos, hogy 3 nagy vállalat fejleszteni fog 2017-ben a helyi egységeiben, de a többi cég is tárgyalásokat folytat vagy az önkormányzattal, vagy a magyar állammal. A Nyírbátori Ipari Centrumba 90 településről összesen 2407 fő jár szervezetbuszokkal. Románia felé is nyitna a helyi munkaerőpiac. A célcsoport a magyarul jól beszélő és magyar állampolgársággal rendelkezők, akiket szintén szervezett buszokkal szállítanának Nyírbátorba dolgozni. Nem csak az iparban, a mezőgazdaságban is fejleszteni szeretne a város. Egy új hűtőházat és logisztikai rendszert hoznának létre, annak érdekében, hogy a település magyarországi viszonylatban mezőgazdasági központtá váljon. Itt van velem a stúdióban Máté Antal, a város polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Nyírbátor, hogyha az ipari fejlesztéseket és a gazdaságfejlesztést nézzük, akkor eleve egy jó pozícióból indult, tehát ez a 20 cég nem tegnap vagy tegnap előtt települt be az ipari parkba, köztudott, és hát van 3 olyan nagyvállalat, amely az idén még tovább fejleszt, még tovább bővít, ez a több ezer munkahely ezt a 3 nagyvállalatot érinti. Melyik 3 nagy cég milyen jellegű fejlesztésekbe kezd bele 2017-ben? Valóban jellemzően ezek a cégek vagy pár éve, vagy akár több évtizede Nyírbátorban dolgoznak, vagy működnek, és nyilvánvalóan ezek a fejlesztések is eltérőek attól függően, hogy milyen a cégnek a profilja. A legnagyobb fejlesztés, a legnagyobb létszám a Koloplast dán cégnél jelentkezik ebben az évben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy tavaly évvégén pozitív, vagy ünnepi ajándék volt, mert valahol karácsony előtt jelentette be a cég, hogy bővülni kíván, most már az engedélyezés van folyamatban, egy 20 000 négyzetméteres csarnokban közel 1000 ember kezdheti majd meg a munkát. Ez az év az építkezésről szól ennél a cégnél, és 2018-tól kezdik el a létszámot feltölteni, de egyébként ennél a cégnél jelenleg is folyamatos a létszámfelvétel, hiszen a meglévő 2 gyáregységben is folyamatosan nő a foglalkoztatottság. A másik vállalat egy sokkal frissebb eredmény, ugye ez a cég 2016-ban kezdte meg Nyírbátorban egy bérelt csarnokban a termelését, a Rosenberger Magyarország Kft., aki ebben az évben augusztusra kívánja átadni az új üzemcsarnokát. Ebben az üzemcsarnokban szintén akár 1000 ember foglalkoztatására is lehetőség lesz. Itt az akár szót az pont azért használom, mert nyilvánvalóan itt egy kulcskérdés majd a munkaerő biztosítása ezeknél a cégeknél a bővítés kapcsán. A harmadik bővítés az egy olasz tulajdonú cégcsoport egyik gyárában történik, ez a Serioplast. Érdekes módon a Serioplast az, aki ebben az évben gyárat épít, és a másik ugyanazon tulajdonosi körbe tartozó farm, ahol pedig nagyságrendileg 200 fő foglalkoztatását tervezik. Tehát ebből is jól látszik, hogy a gyárépítés és a létszámfelvétel az mindig egy kicsit időben eltolódik egymástól, de azt gondolom, hogy ez pont jó Nyírbátorban, mert hol az egyik cég bővül, gyárat épít, akkor a másik cég éppen létszámot bővít. Ez biztosítja nálunk azt, hogy a folyamatos bővülés, a gazdasági növekedés az egyfajta stabilitást évről évre tud mutatni. Egy picit nincsenek versenyben ezek a cégek egymással, tudva lévő, hogy más profilú cégek természetesen, de mégis. Természetesen van egy munkaerőpiaci verseny, nyilván nem a piacon versenyeznek, tehát az eladott termékek tekintetében itt nincs verseny, multinacionális vállalatok a világ minden pontjára termelnek. Elég összetett szerencsére nálunk a munkaerőpiac, tehát mind a mezőgazdasági feldolgozó szektorban nagyon sokan dolgoznak, mind a műanyagiparban, vegyiparban, gépiparban, tehát elég színes a munkaerőpiac, de klasszikusan a betanított munka ma már, és a műszaki területen végzettséggel rendelkezők kapcsán van egy bizonyos
hiány, nem is bizonyos, elég komoly hiány, és nyilvánvalóan itt ezek a cégek természetesen versenytársak. Ennek megvan a nehézsége, hiszen ezt valamilyen szinten nekünk önkormányzattal közösen kezelni kell, és megvan az az előnye, hogy mindig a klasszikus közgazdasági modell, hogyha a kereslet meghaladja a kínálatot, akkor az nyilván egyfajta bérnövekedést eredményez, ami nyilván lecsapódik a dolgozóknál, és azt gondolom, hogy ez pedig a társadalom szempontjából egy abszolút pozitív eredmény. Hát a munkavállalók ennek örülhetnek is. Ez egészen biztosan így van. Módon. Viszont munkaerőhiány van ebben a térségben is, erről már tavaly is beszélünk, tavaly ősszel is elkezdtünk beszélni, hiszen akkor már előre vetítették, hogy 2017-ben, 2018-ban ez probléma lesz. Igen, itt valóban két irányban kell nekünk gondolkodni. Az egyik az alapvetően az, hogy ma már nagyon sok a bejáró. Nyírbátorban a bejátszóanyagban is látszott, és nyilvánvalóan ez egy idő után nem tartható. Tehát az a munkavállaló, aki naponta egy órát vagy akár többet ingázik, és három műszakban dolgozik, az előbb-utóbb ebbe bele kell, hogy fáradjon, ez egy teljesen természetes emberi folyamat. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket az embereket mi minél hamarabb a településhez kössük, bérlakásprogram vagy egyéb lakásépítési programok formájában, és ezzel párhuzamosan ezt a kört szélesítjük, akár Románia, tehát a határon túl irányába. A másik ugyanilyen fontos dolog, és erről is beszéltem, ami jelenleg egyébként egyezik a kormány elképzeléseivel, hogy a jelenleg közmunkaprogramban lévő nagy számú alulképzett, hátrányos helyzetű lakosságot is próbáljuk meg felzárkóztatni, és az elsődleges munkaerőpiacra visszaintegrálni. Ebben is indítottunk egy olyan ösztönző programot, ami nagyon sokféle módon, anyagi eszközökkel és más módon is segíti ezeket az embereket, hogy ha nem is azt mondom, hogy egyből, de fokozatosan egyre nagyobb létszámmal be tudjanak kapcsolódni az elsődleges munkaerőpiacon. Erről egy picit még beszélünk, hogyha visszatérünk a nagyobb cégekhez, és hát igazából a nagyobb cégeknek is érdeke az, hogy minél szakképzettebb munkaerőt találjanak, akkor a nagyobb cégeket mi az, ami Nyírbátorban tartja? Hogyha megnézzük, az önkormányzat milyen kedvezményekkel segíti ezeket a vállalatokat, de kitekinthetünk, miért szimpatikus számukra Magyarország, és akár ugye ezek közül a nagy cégek közül néhány stratégiai partnere is hazánknak. Igen, gyakorlatilag jelenleg két olyan vállalat is van Nyírbátorban, aki már aláírt stratégiai partnere a magyar kormánynak. Azt, hogy mi köti őket Magyarországhoz, azt nyilván a kormány tagjai jobban el tudják mondani, mint én. Én azt látom, hogy Nyírbátor vonatkozásában az egy abszolút pozitív dolog, hogy mi tudjuk, hogy a vállalatok alapvetően a termelésre tudnak és szeretnek koncentrálni. És azt is látni kell, hogy a gazdaságfejlesztés, itt most beszéltünk a munkahely kérdéséről vagy a munkaerőről, de beszélhetnénk az infrastruktúráról, az oktatásról, egészségügyről, közlekedésről és minden másról, hogy azt pontosan tudni kell, hogy azt várja el egy vállalat, vagy egy vállalatcsoport, vagy bárki, hogy az önkormányzat tisztában legyen azzal, hogy mely területeken kell és tud segíteni, és mennyire megbízható ezeken a területeken. Nem feltétlenül az, hogy mit tud ígérni, hanem hogy amit vállalni tud, az hogyan teljesíti. És azt gondolom, hogy Nyírbátor ebben a tekintetben az elmúlt évtizedben bebizonyította, hogy a vállalt célokat, amiket ő szeretne ebben kezelni vagy megoldani, azokat tudjuk teljesíteni, és nagyon jól együtt tudunk működni a nyírbátori vállalatokkal. És nyilvánvalóan a már működő referenciák pedig kellően biztos alapot adnak az új befektetőnek, hogy igen, Nyírbátorban valami jól kell, hogy működjön, és valami kiszámíthatóság egészen biztosan van. Tehát az nekünk mindenképpen egy nagy szerencse, hogy ma már, ha egy új befektető jön, akkor nem kell nekem elmondani, hogy mitől működünk mi jól Nyírbátor és térsége, hanem az ott működő vállalatok megfelelő referenciaként működnek. Egyébként a város az elmúlt időszakban milyen jellegű vagy milyen irányú fejlesztéseket kezdeményezett, ami egyébként az itt működő nagyvállalatokat is segíti, vagy segítheti? Hát nagyon sok minden van, tehát a műsoridő elég szűk lenne, úgyhogy én próbálok ilyen csoportokra bontottan beszélni. Nyilván a közlekedés az egy rendkívül fontos, tehát az, hogy a települést, az ipari parkot minél nagyobb számban a buszokkal, a kamionokkal el lehessen érni, ebben nagyon komoly fejlesztések várhatók, és ez mindenképpen az uniós forrásoknak és a magyar kormány támogatásával kellett, hogy megvalósuljanak, a cégek segítségével, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív előrelépés. Ugyanilyen fontos az infrastruktúra fejlesztés, tehát azért azt mindig tudjuk Magyarországon, hogyha utólag akarunk például energiát biztosítani, ez egy nagyon hosszú folyamat, ezért ezeket mindig előre tervezni kell, ütemezni kell, beruházni kell, hogy mire egy cég bővül, akkor ezek a szolgáltatások már ott legyenek. És hát természetesen a helyi tömegközlekedés megszervezése, az egyéb háttérszolgáltatásoknak a biztosítása, a munkaerő kiszolgálásában való együttműködés, itt ugye beszéltünk a bérlakás kérdéséről, ami egy kulcskérdés, és nagyon sok olyan apró dolog van még, ami ezt segíti, a közbiztonság,
biztonságjavítása, a munkavállalók számára kedvezmények biztosítása a városban lévő szórakozóhelyeken, önkormányzat által működtetett fürdőben, kulturális központban. Szóval ez komplexen jelenti azt, hogy Nyírbátorban próbálunk egy kicsit a cégek fejével gondolkodni. Jó, akkor a gazdaságnak nézzük meg a másik ágát, a mezőgazdaságot, hiszen a bejátszásban is szó volt arról, hogy amellett, hogy egy új hűtőházat is szeretnének, egy olyan logisztikai rendszert hoznának létre, ami segíteni Nyírbátort, hogy agrár vagy gazdasági, mezőgazdasági centrum lehessen. Miért van erre szükség? Milyen visszajelzések jönnek a termelők felől? Itt két dolgot kell látni. Egyfelől nem csak Nyírbátorban, hanem az egész megyében a mezőgazdaság az egy nagyon fontos ágazat. A megye gazdaságfejlesztési stratégiájában egy kiemelt terület az, hogy ebben az ágazatban olyan innovatív fejlesztések valósuljanak meg, amivel versenyképes tud maradni ez a szektor. És nyilvánvalóan itt egy kulcskérdés az, hogy milyen terméket állít elő, világszinten is versenyképes terméket kell állítani. Ez azt gondolom, hogy nem a mi feladatunk, hanem ez a termelők feladata. A másik, hogy ezt megfelelően piacra lehessen juttatni. Ebben már az önkormányzat tud partner lenni, én erről beszéltem, ebben van egy kiemelt programunk. Ami miatt ez Nyírbátorban fontos és még inkább érdekes lehet, hogy Nyírbátorban van egy ma már működő nemzetközi vasúti konténerterminál, ami közvetlen összekötetésben van Európa legtöbb hajókikötőjével és szárazföldi kikötőjével. Így gyakorlatilag a megyében képződő mezőgazdasági termékek nagyon rövid idő alatt, nagyon olcsón, Dél-Amerikától Ausztráliáig olcsón és gyorsan szállítható, ami egy alap abban, hogy a piacon meg tudjunk jelenni, hiszen a mezőgazdasági termékeknél tudjuk, hogy az egy romlandó történet, tehát ott ez rendkívül fontos. Értékesítésben így lehetne előrelépni. Nyilván együtt kell működnünk, megfelelő szövetkezeti formákat kell létrehozni, az önkormányzat itt is azt az infrastruktúrát tudja el mögé tenni, ami kialakítható, és ami a helyzeti és a meglévő működő cégek alapján azt gondoljuk, hogy megyén belül egy kicsit más, mint máshol, ezért egy kicsit újszerűen lehet ezt a kérdést is megközelíteni. És erre milyen források állnak rendelkezésre? Ez alapvetően a területi operatív programból gazdaságfejlesztési célra pályázható forrás volt, mi erre nyújtottunk be egy programot. December és januárban most már ezek a döntések megszületnek, úgyhogy bízunk benne, hogy ebben az évben a megvalósításra is sor kerülhet. Polgármester úr, köszönjük szépen! Köszönöm én is!